szombat este van. Tudják, mit jelent ez? Veszünk egy fürdőt és megnézzük az 1984-ben készült Szörnyecskék című filmet. Nos, a szörnyecskék vicces. Nem tudom, bábokkal játszották el őket, vagy jelmezes kutyákkal, vagy mikkel, de lássuk a filmet és kiderül. Mellesleg nem érhetnek vészhez, de nyugalom, ez egyáltalán nem árthat nekik. Stewie, mit művelsz itt? Ó, csak tájcsizom egy kicsit. Az ázsiaiak 60 éves korukig 30-nak néznek ki, mert tájcsiznak. Aztán persze rögtön 100-nak tűnnek, de ráérvek aggódni. Ez valami japán izé? Nem, kínai. A japánok egész mással foglalkoznak. Haver, megnézzünk egy filmet? Ne, japánok vagyunk. Nézzük meg, ahogy egy diáklány polippal kefél. Igen! Ajdi taxi, de jagén újul, jól megtapadó korongozni. És persze egy rendes torna után nem maradhat ki a lazítás és a nyújtás sem. Áhá! Mi az? Mi a baj? Belement egy szálka! Jézusom, Stewie, mi történt? Csak szálka ment a tenyerébe. Jaj, szegény kicsikém, ez a rozzant vén lépcső lassan tényleg szétesik. Nem csak a lépcső, meg két napja szenved a leszakadt gerenda alatt. Koncentráljunk a lépcsőre, Brian. Peter, siess már, lekésed a vacsorát! Mi a jó? Lajisz, mi a lófasz? Jesszusom, Peter, jól vagy? Mi a lópikula van a lépcsővel? Csúszik, mint a takony! Kicseréltettem, emlékszel? A régi már szálkás volt, Stewie meg is sérült, és gondoltam, az a legjobb, ha az egészet kicserélik. Mikor volt ez? Aznap, mikor az egész napot a drogériában töltötted. Ja, igen. Nem tudtam, hogy ott dolgozik-e az a sötétbőrű nőszemély. Bocsánat. Elnézést. Na hát, vajon hol tarthatják a samponokat ebben a boltban? Mondom, vajon hol tarthatják a samponokat ebben a boltban? Az Isten, itt már azt hittem, maga is vásárló. Hol van a sampon? Peter, gyere már le! Megy a kedvenc langyi sorozaton. Megyek! Jézusom, Péter, minden rendben? Nem, semmi nincs rendben. Egyáltalán marhára nincs rendben. Legyél kicsit óvatosabb, mikor lejössz a lépcsőn, oké? Könnyen beszélsz, csezd meg. Totál idegi alapra kerültem. Mint amikor feltettük azt a hülye majrés tapétát. Stewie, segítség kellene. Miért? Mi történt? Hát elég nagy bajban vagyok. Két be akar mutatni a szüleinek. Sziasztok. Egy kicsit elviszem ezt itt. Köszöntem. Mi a francot csináljak? Nyugi, csak higgadj le. Mégis hogyan? Holnap este együtt vacsorázunk majd az ősökkel, és látják majd, hogy kutya vagyok. Gyere, Lois, csak az időnket pazaroljuk itt. Látod, mennyire ragaszkodnak a hitükhöz. De őrültségben hisznek, Brian. Nem tudom, ki a bolondabb, ők vagy a hetednapi adventisták. Én metodista vagyok. Hiszünk benne, hogy az Úr a megmentőnk, és a hitünk szerint minden vasárnap templomba megyünk és imádkozunk hozzá. Én hetednapi adventista vagyok. Mi ugyanabban hiszünk, mint maguk, de mi szombatonként járunk templomba. Mi? Peter, te komolyan azt a humbugot olvasod? Ja, gondoltam, kap tőlem egy esélyt. Komolyan nem lenne menő, ha megtörténne az, amiért nagyon imádkoztál? Úgy örülök, hogy ide kerültem. Megérdemeltem. A királynő mikor dobja fel a pacskert? Azt hittem, menő Verdával jársz. Hogy? Miért? Rosszul tudom, nem? Te vagy a keddilekes Peter Griffin. Nem, ő egy másik alak. Hello, Peter Griffin vagyok, és a Peter Griffin keddileknél három dologban hiszünk. A jó árakban, a családban és a barátságban. Egész életemben Kohóban éltem. Szeretem a várost, és önök is szeretik majd a keddilekjeinket. Pöcsarcú. Jól van, Lois, ettesd meg a macskát, ja, és vegyél egy macskát. Még most sem világos, hogy miért kell Hollywoodba utaznod. Mert tudom, hogy Tom Tuckerből nagy színész lehet, és segítek neki azzá válni. Tudod, az embernek egyetlen személy is elég, aki mindig mellette áll, hogy valóra válthassa az álmait. Apa, adj nekem pénzt tánctan folyamra. Kussolj, te ragyás hájpacni, inkább fizetek, csak ne táncolj. És mikor jössz haza? Nem tudom.
De legkésőbb Kriszt nagy tánc bemutatójára itthon leszek. Hiszek ebben a fiúban. Nem akarok táncolni! Nincs vita! Parancsolj, Sandra! Egy férfi keresi, azt mondja, szeretné, ha ön lenne az ügynöke, Mr. Griffin. Tényleg? Akkor ne várassuk, küldjök be! Hello, seggarcok! James Woods! De én ezt nem értem! Te meghaltál! Ja, hát nem. Nem hiszek neked! Isten igazat mond! Isten! Isten, ott vagy! Jó ég, ne nyújj magadhoz! Isten vagy! Találtunk egy hírességet! Ismétlem, ez nem egy átlagos halott, hanem egy híres ember! Híres filmsztárként világszínvonalú egészségügyi ellátásban részesülök, amelyhez egy átlagember nem férhet hozzá. A testemet azonnal egy hollywoodi kórházba szállították, ahol összekötöttek egy 17 éves naivával. A hollywoodi törvények értelmében az életerejét belém táplálták, így visszatértem a halálból. És mi lett a lányjal? Hozzávágtam Nora Ephronhoz a kocsiból. Eszekált tovább Jack Nicholsont? Összekeverte Nancy Myers-el! Krumpli, burgonya! Ezt nem értem, nagymenő létedre miért rám van szükséged? Mert feltörekvő vagy, éhezel a sikerre. Ja, éhes vagyok. Jó ég! Mi az? Mi történt, Lois? Az a lány a kocsiban, ő Chris barátnője. Jé, nem kiköpött olyan, mint te, Lois. Talán ő megköszöni, hogy fizettem a kávékat. Szerinted is hasonlít rám? Ez nem igaz. Lehet, hogy Briannek igaza volt. Talán valóban elvakított az a hülye híjúságom. Az a lány csak bajt hoz a fejére. Elmondod majd Chrisnek? Sajnos muszáj lesz. Pedig nem tűri valami jól a rossz híreket. Jaj, Chris, drágám, nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de a nagypapa meghalt. Rendben, uraim, mit ajánlanak az ügyfelemnek? Nos, készítünk egy középszerű akciófilmet, és szerintünk James tökéletesen megfelelő munkát végezne egy mellékszerepben, amit Jeremy Irons, Jeff Goldblum és Craig T. Nelson már elutasított. Látni akarjuk a forgatókönyvet. Ó, nem rossz. Mit gondolsz, James? Nekem tetszik. Jó, azt mondom, vállaljuk. Oké, akkor tárgyaljunk. Mindent akarunk. Semmit nem kapnak. Adjanak valamit. Oké. Egy német teherhajó a rakterében új Mercedesekkel a parttól néhány kilométerre zátonyra futott, és azonnal elsüllyedt. A járművek jelenleg is a fenéken pihennek, mivel a németek nem vállalják a kiemelés költségeit. A német környezetvédelmi miniszter a következő nyilatkozatot tette. Nem láttam semmit, én nem hallottam semmit! Azt a picsa, hallottad, Lois? Egy valak drága kocsi hever a vízben, és bárki elvihet egyet. Pecázok magamnak egy Mercit. Peter, ez az eddigi legostobább ötleted. Pedig volt már néhány ökörséged. Hello, Peter Griffin vagyok. Tudják, a Family Guy-nál sokunkat őszinte undorral tölt el az oktatási rendszer rémes állapota, és az is, hogy az emberek már nem olvasnak. Szóval a következő jelenetet el kell olvasniuk. Igen, jól hallották. Dolgozzanak egy kicsit, ne várják mindig a sült galambot. Ha röhögni akarnak, tegyenek is érte. Oké, adjátok! Na jó, ez vizuális poén volt, de ugye megvan az a különös érzés, ez az elégedettség. Elolvastak valamit, ezt már senki nem veti el maguktól. Büszke vagyok. A felnőttek hülyék, a világ sokkal jobb lenne, ha csecsemők irányítanák. Ma este az NBC formák. Utána a színek. Majd egy új sorozat, az apa kulcsai. Peter, nem tartom jó ötletnek, hogy Bill itt lakjon. Ne szórakozz már, annyira vicces. Nem annyira. Figyelj, ezt hadd csak rám, értek az állatokhoz. Emlékszel rá, amikor hangyás lettem? Nagy munkában vagyunk. Holnap végre randim lesz Miss Emily-vel, és nem hagyom, hogy te vagy bárki elszúrja nekem, míg nem láttam mesztelenül. Normális vette, baszki, és mi a jó ég legyen a karommal? Visszateszem a helyére. Egy nagy büdös túrós tereg. Kórházba kell mennem. Stewie hangját hallom? Anya! Itt vagyunk, Stewie alszik! Nyugi, egy-kettőre visszateszem. Na, még valamit szállítanunk! Maradjál, Stewie!
Nem mondom, hogy ezt élveztem, de azért az ellenkezőjét sem állítanám. Szia, figyelj, Billy, tök jó volt, hogy velünk laktál, de azt hiszem, meg kellene beszélnünk a további terveidet. Ó, tényleg? Nem mond, talán valami baj van azzal az ordisszel? Ó, nem, szóval az tök jó. Jó, ennek örülök, mert rájöttem, hogy van valami, ami egy ordisznél is jobb, az, ha kettő van belőle. Ne mondj ilyeneket. Ne mondj ilyet, csak akkor, ha igaz. Ugye? Menő lenne, ha két ordiszed volna, nem igaz? De mennyire? Csodálatos! Remek! Káprázatos! Szóval, miről is akartál velem beszélni? Semmi. Peter, azt hittem, megmondod Billynek, hogy menjen el, és most ott alszik a kanapénkon. Tudom, Lois, de kiderült, hogy azért van itt, mert a neje kidobta. Ezért kiagyaltam, hogy üssek két madarat egy csapással. Mutatom. A lényeg az, hogy nagyot kell csapni és kis madarakra. Újra összehozom Billyt a feleségével, így szépen hazaköltözik, és nem idegesít majd. És mégis, hogy tervezed? Viccelsz, profi vagyok párok kibékítésében. Még egy dalt is felvettem róla. Újra együtt, jaj, ez oly csodás. Dugod azt, akit régen dugtál. Erről szól ez a kis dal. Mert találhatnál mást, de így kicsit könnyebb dolgod van, mert a réginek tudod a számát, yeah! Jó reggelt, család! Ha keresnétek az udvaron, leszek az új fűnyíró traktorommal. Fűnyíró traktor? Az Istenért! Fejezd már be az ész nélküli pénzszórást! Jaj, hova tettem? Mondd, mit keresel, Brian? A székcsontot, amit este adtál. Nem emlékszem, hova tettem. Ha, nem vitted ki az udvarra? Kurva élet, Kegmeyer, jól vagy, öreg? Nem vagyok jól, ömlik a vér a fejemből, te faszparaszt! Vedd el a kezed! Ó, bazen, na jó, nem mozog, Kegmeyer! A rohadt kijött egy kicsi az agyadból is! Az tutira nagy gáz! Azért nincs nagy vész, megetethetem a házi zombimmal! Jól van, mindjárt meg lesz, Glenn. Kész is van, végeztünk is. Ezt nézzék, hát ez vicces! A komédia szabályai szerint mostantól fogva együtt lakunk. Bár ami vicces, Doki. Jól van, segítek. Most felírok néhány antibiotikumot és fájdalomcsillapítókat. Oké, Kegmeyer, mielőtt kiváltjuk a receptet, vegyünk neked septapaszt. Baszki, milyen egy tanyasi gyógyszertár? Hogy találjuk meg a gészt és a septapaszt a sok szemét között? Azt hiszem, az 1000 darabos homárcsapdát ábrázoló kirakós mellett tartja. Én nem látom, ott a strand pingpongütők mellett, vagy a sima fekete pulcsik mellett, amiken nincs felirat? Nem, szerintem az esőköpenyek és a patronos pisztolyok között lesznek, ott a balsafa játékrepcsik és a zsákos strandpapucsok és vödrök alatt. A dominó készlet felett? Igen, ott a dominó és az évfordulós játékkártya készlet felett, éppen szemben a nagy lábú a strandlabdával, a gyerek baseball ütők és a szikrázós kisautók mellett. Én nem. Ja, az üdítős üveg alakú cukorka mellett. Igen, a műanyag vödrös Alamo erődi mexikói katonák és a szuper rugonyos csodalabdák mellett. Ó, igen, meg is van. Szia, Mort! Mi a mai kérés? Kicsit a tetejéből? Igen, de elől hagyjon egy kicsit, eljátszanék vele. Jól hangzik. És nézze csak meg hátul. Látja azt ott? Igen. Azt csapja le. Nem tudom, mikor nőtt oda, de nincs szükség rá. Azt a rohadt sikerült! Nos, Mr. Goldman, a csalást kizárhatjuk. Úgy tűnik, ez esetben a vezetékek okoztak zárlatot. Akkor is vennie kell valamit, ez egy romhalmaz és nem könyvtár. Értem. Nos, sajnálom, hogy így történt, de a jó hír, hogy a biztosítás fedezi majd az összes kárát. Halljátok, mit mondott? Úgy tűnik, sikerült! Most úgy tűnik, de nekem rossz érzésem van. Találni fog valamit, egész biztos. Higgadj már le, betonbiztos alibink van. A Beatles-t néztük élőben az Ed Sullivan Show-ban. Biciklivel jöttem. Oké, srácok, csak annyit kell tennünk, hogy meghúzzuk magunkat, és egy szóval sem beszélünk az ügyről senkinek, a rendőrségnek sem. Így van, egy piszenés se senkinek. Senkinek, lakat a számon. Azt hiszem, én elmondom valakinek. Peter! Pofád lapos! Szia, Martin! Sajnálom, ami a boltoddal történt. Ó, köszönöm, Joe. Én is nagyon-nagyon sajnálom. Igen, Joe, a biztosítós azt mondta, baleset volt. És okos tagnak tűnt. Betűrtingben volt, a Harvardra járhatott. A barátom vagy, Mort. El akartam mondani, hogy személyesen ellenőrzöl majd a bizonyítékokat. Szörnyű lenne, ha valaki szándékosan akart volna ártani. Figyelj, Joe, megmondták, hogy baleset volt. Felejtsd el! Oké, csak Mort barátjaként nem érezném jól magam, ha nem mozgatnék meg minden követ az ügyben. Ne csináld már, felejtsd el! Igen, Joe, még a robotzsarú is tartott néha egy szabad napot. Nem.
Joe! Örülök, hogy itt vagytok. Lenne hozzátok egy kérdésem, fiúk. Véletlenül nem járt közületek valaki Mort patikájában a tűz éjszakáján? Nem. Egyikünk sem. Hármas ikér vagyok, a másik kettő lehetett. Vagy úgy. Akkor komolyan nem értem, mit keres ez a telefonomon. Egy véletlen zsebhívás Petertől éppen a tűz éjszakáján. De durva, nézzétek, hogy felgyújtottuk a patikát, Kegmájör és Mort. Örülök, hogy Joe most nincs itt. Ez a bizonyíték mindannyiunknak rosszul esik. Először is felolvasom neked a zsidóknak kijáró jogaidat. Mort, jogodban áll hallgatni, bár úgyis dumálsz majd. Jogodban áll minden ártatlan mondatot sértésnek venni. Ez meg mit jelentse, haver? Jogodban áll ügyvédet fogadni, aki valószínűleg a rokonod lesz. A kihallgatásnak ezzel vége. Mi csináltál március 8-án este? Az anyád! Ne csináld már, ez nem menő. Ó, tényleg? Ez talán majd elég menő lesz neked. Egy egyszerű fingnál sokkal több kell ahhoz, hogy engem... És van még ott, ahonnan ez jött. Nem, még sincs. Hol voltál a tűz éjszakáján? Elmentem moziba. Mit néztél meg? A Csak szexre kellett. Milyen volt? Fos. Oké, ez stimmel. Hallod, Ashton Kutcher mekkora pöcsfej volt abban a filmben, nem igaz? Ja, Tahó pöcs. Tévedsz! Aranyszívű pasi volt, ezt elszúrtad! Hazaengedlek titeket. Ó, hát ez király! Na hát nekem sem volt tiszta. Ja, miért ködösítesz itt? Már kezdem is bánni, hogy kitöröltem az üzenetet. Már késő, zsarukám! Akkor kellemes gyarad, Peter, még most sem értem, hogy engedhettek ki a börtönből. Igen, Joe-nak bizonyítékai voltak ellenetek. Igen, itt komoly hatósági tévedés történt. Azt hittem, ha rosszat teszünk, azért mindig bűhödnünk kell. Oh, Chris, ha fehér vagy nem. Na hát, Peter, egész menő albumok vannak itt. Igen, hát akkoriban vagány pacáknak számítottam. Ezek itt tényleg értékesek. Van minden, Beatles, Rolling Stones. Jó Isten, milyen rég láttam utoljára ezt. Nézd, a News of the World a Queen-től. Látod, Stewie? Ah! Hé, mi bajod van? Mi a jó franc az? Egy gyilkos robot szörnyeteg? Nem, a News of the World, a Queen együttes egyik lemezje, látod? Ah! Stewie, nyugalom! Nem, Brian, tüntesd el előre most tavaszakot, ez most engem bámul? Ez lát engem? Na hát, te tényleg félsz ettől? Megeszi a kis fiúkat! Nem tudom, talán, hogyha éhes. Jó reggelt, Rupert. Kérlek, mondd, hogy este beállítottad a kávéfőzőt, mert én totál elfelejtettem. A kurva anyádat! Jó reggel, csak segítettem felébredni. Egyek, miért néz szomorúan? Az emberiséget már elpusztította, mit akarhat még? Ez meg mi? Mitől is féltem én, buta? Istenem! A tag vérzik, Brian, ott vérzik, és senki nem rohan oda, hogy segítsen rajta! Megmondom, hogy mi lesz, ha így folytatódik. Mindannyian nyakig leszünk a f***ban! Peter, Chris már így is túlsúlyos. Felelősséggel tartozunk az egészsége miatt. Úgy döntöttem, elküldöm egy fogyi táborba. Mi? Buten, nem akarok fogyi táborba menni. Sajnálom, kicsim, a saját érdekedben kell. És hidd el, utána sokkal jobban érzed majd magad. De mindenki engem fog csúfolni. Jaj, Chris, ugyan kicsúfolna ki. Hé, hey, dagadék, hallom, fogyi táborba mész. Ott is a helyed. Peter, fejezd be. Új élet. Tini fogyi tábor. Ébresztő hurkácskák! Mutasd csak, mi az? Egy szelet csoki, hm? Van még nála csempészuc? Nincs. Ne hazudj nekem, az én apám ügyvéd! Jó, és sok szügyfele van! Peter Griffin helyi hülye. Hol a táskás zsírgép? Átkutathatod a husitasimat, de úgyis marhára üres. Peter Griffin helyi hülye. Most aztán bajban vagy, öreg? Na hát, téged aztán nem lehet lóvá tenni, öcsém. Úgy látom, te soha nem leszel a barim. Peter Griffin helyi hülye. Azt hiszem, itt a táborban majd jól elállatkodunk. Nem vagy te ahhoz, nyuszi, husi. Pofádlapos, én vagyok a helyi hülye. Azt mondtad, az első áldozatom baseball sapka volt, a másik pedig szőke.
A gyilkos nem ezt a srácot akarta elkapni. Az elejétől Kriszre fájt a foga. Atya világ! De miért akarná bárki megölni Kriszt? Azt nem tudom, de az biztos, hogy a fiat komoly veszélyben van. Siessünk! Igen, de várj! Ha elmegyünk, egy bugyit sem lophatunk a lányoktól! Hé, fogyitábor, sikerült! Jaj, ne feltámad a szél! Jaj, kérlek, Brian, annyi között van Peterhöz, hogy az ő házában laksz. Ha nem laknál itt, soha nem hívna el magával sehová. Ő a gazdád, a tulajdona vagy. Régen lökhárítónak használt, hogy ne nyomja meg a kocsit. Elég! Elég az! Mi történt? Hol vannak az emberek? Nem lehet, hogy... Talán mi vagyunk az utolsók a földön? Nem tudom. Várjátok, kinyitok egy zacskó Chex parti rákcsát. Ha nem jön ide senki, akkor ennyi. Oké, hát ennyi. Azt tudjuk, hogy a kórházban tértünk magunkhoz. Szóval talán valami katasztrófa történt, de valahogy túléltük. Vagy az is lehet, hogy balesetet szenvedtünk. Az megmagyarázná, miért ülsz tolószékben, gondolom a te sérülésed a legsúlyosabb. Igen, azóta még a pisimet is tasakban hordom. Én akkor sem értem ezt, hová tűntek az emberek? Ha megvárjuk az adóbevallás határidejét, tuti feltűnik egy revizor. Ha, ezt vitteld ki. Oké. Okay. Állati vicces egy tag, megosztom a tweetjét. A közösségi média közelebb hozza egymáshoz az embereket. Repül az umfi. Gyerekek, ha úgy tervezzük, hogy mostantól együtt maradunk, talán ideje lenne neveket adni egymásnak. Ez nagyszerű ötlet. Lehet, hogy az én nevem ezen van. Hambasszák, ne temessék. Oké, ez nem segít. Valahogy úgy érzem, én tudom a nevemet. Azt hiszem, úgy hívnak Ignaci. Ignaci? Hát az meg miféle név? Nem tudom. Te ki vagy? Azt hiszem, egyenes ember lehetek. Kerekes? Nem, egyenes. Kerekes? Úgy tűnik rosszul, hall, azt mondom, egyenes. Kerekes lehetsz. Én úgy érzem, a nevem Earl. Mi volt ez? Nem tudom. Úgy tűnik, utalhattam valamire. Ezt nézzétek, kocsmának tűnik. Szívesen bevernék egy löketet. Adjak egy kék tablettát, öreg. Ignaci! Ki más, mint Ignaci? Ignaci, Ignaci, próbál emlékezni, de nem megy neki. Ignaci, Ignaci. Csak azt tudom, hogy ing és nadrág van rajtam. Hello! Well, everybody's heard about the bird. Bird. The bird's a winner, bird. Ez rettenetes. Költözni akar? Nem probléma. Oldja meg egyénileg a Juhaullal. Soha nem vezettem teherautót. Nem probléma. A Juhaull bárkinek megengedi, hogy teherautót vezessen, akkor is, ha veszélyes, hisz végül is költözik. Bocsi, új életet kezdek egy másik városban. Ezer dolgomban, szükségem van a segítségedre. Jól van, akkor én is elpusztítok valamit, ami kedves neked. Most boldog vagy? Na jó, Stewie, Lois azt mondta, vigyáznom kell rád, szóval csináljunk apás fiús dolgokat. Én most lemérem a kukidat, aztán lemérem a farkamat, és meglátjuk, hogy kié a nagyobb. Ez elég egyesélyes. Na jó, lássuk, hogy mit van. Amúgy is hülye játék. Sziasztok, gyerekek! Hamarosan következik a Vidám Farm revű maraton. Ne kapcsold át! Nézni akarom a Vidám Farmot! Vidám Farm revű. Ébresztő álomszuszékok! Jó reggelt, Megi mama! Ez meg mi? Csíptem ezt a csajt! Hé, szerinted Megi mama férje az pöcsépa? Nem szóltam. És az egyszarvú leszánkázott a szivárványon a gumicukormezőre, ahol a falu lakóival együtt a legjobb nappá választották azt a napot. Nézzétek csak, mesés koka az. Rendes, hogy másnak is ad az almájából, ugye? Öcsém, állati rendes! Fej, vállat, térd és láb, térd és láb. És így kell kacsát csinálni zappelyhes dobozból. Ez a legjobb műsor a televíziózás történetében. Megi mama, lélekben egyek vagyunk. Ezt érezhetik a születésnél elválasztott ikrek, amikor először találkoznak. Kulcsere? Szex egymás nejével? Oké. Loi, szerintem ezt látnod kell. Mi történt, Brian? Ez történt. És most, fiúk, lányok, következzen Péti Mókaháza! Tök vicces lesz majd, és sokat nevetünk, és talán tanulunk, de ez azért nem tudni. Jöjjön Piti Mókaháza!
Egy újabb Aaron Sorkin sorozat, amit mindenki túl dicsér majd. Igen, ma is sokat nevettünk Péti Móka házában, de van, ami nem vicces, a szekálás. Hányan vannak itt, akit már szekáltak a társai? Ó, gyere csak fel és meséld el, bajnok! Hát, én Winston vagyok, és nagyon szeretem a balettot. Egyszer balettcipőben mentem baseball edzésre, és a többi gyerek olyan csúnyán csúfolt, hogy bepisiltem. Várj, ez most komoly! Hány éves voltál? 8. Túl idős! 8 évesen nem pisilünk be, pisis nacis! Na jó, végezhettek vele! És hogy érzi magát, Mr. Paciens? Engem Sandersnak hívnak. Na hát, milyen érdekesen ejti ki. Ő itt meg, ma egész nap velem van. És öregem csak úgy zabálta a halmaszót lent a menzánkon. Hello! Apró jó tanács. Ebben a mappában egy emberi test ábrája található. Ebből puskázunk. Nézd csak, most meghallgatom, hogy rákos-e. A szívverésére gondol? Lehet. Tessék, próbáld ki. Ó, kissé gyorsan, mert a szívvel dohányzik. Őszintén szólva, igen. Én is. Nem csuda jó? Hát, az pedig káros. Szokjon le róla. Ártalmas a szívének, tüdőtáguláshoz és rákhoz vezethet. Lenyűgöző meg. Nem nagy cucc. Egészségügy szakkörön tanultam. Nyilvánvaló, hogy eszes lány vagy, és nem üres a fejed, és éles a szemed. Köszönöm. Dr. Hartman sürgős üzenetet kapott. Jó ég, aspirin. Az üzenet alatta van. Te jó ég. Meg, a bátyám öngyilkosságot kísérelt meg a börtönben. Én el kell mennem, innen te veszed át az irányítást. Mi? Mi a fenéről beszél? Most már te is tudsz legalább annyit a gyógyításról, mint én. De semmilyen orvosi képzést nem kaptam. Megoldod. Ott az a könyv a polcon, abban kb. Mindet leírtak. És ne feledd a puskát, ha el kellene egy segítő... kéz. Nézd, New York van rajta. Azt hiszik, majd onnan jöttem. Fel a telefon, temetésen vagyunk! Te jó ég! A Zsémbi néni! Fáj! Gonosz vagy! Nem szeretlek, Zsémbi néni! Bunkó vagy, Zsémbi néni! Jó Isten, nem szabad így beszélni másokkal, kislánya! Mi az, hogy Zsémbi néni? Mi az ördög? Kisfiam, kinek képzeledtem a... Ne menjetek sehová, srácok, mert hamarosan klasszikus humor következik velem és egy pumával. Most komolyan meg akarja csinálni? Megígértem neki, hogy mostantól békén hagyom. Zsémbi néni most nem dumál bele. Mr. Griffin látogatója van. Szia! Szia! Leesettem. Ki volt az ürge neve? Ha-ha! Bocsánat, éppen nincs nálam játék, kölcsönöd már nekem párat. Nem, enyém! Mondd, jól vagy? Jól vagyok. Inkább ráhagytam, mert szegényke leukémiás. Én Penelope vagyok, és te? Stewie, még soha nem láttalak erre felé. Most költöztünk ide, és nincsenek barátaim. Nagyszerű. Hirtelen nagy lett rajtam a nyomás, de oké. Szeretné játszani a játékaim, a Stewie? Miket hoztál el? Üveggolyót, pingpongot és egy pillanatragasztós pillecukrot. Te ott! Kérsz egy finom cukorkát? Ne lögdös! Mi ez a mágikus tábládon? Néhány bonyolultabb matematikai képlet unaloműzésként számolgatok. Na hát, azt én is szoktam, de miért foglalkozol ezzel? Hát ezért! Magasságos, neked is van fegyverszobád. Ráadásul milyen nagy, bámulatos. Néha már úgy érzem, hogy túl nagy. A takarítónőnek órákig tart, mire végez. Törött volt, mikor bejöttem. Peter, mi folyik itt? Kegmeier ma éjjel velem alszik. Ezt nem mondod, kavajon. Figyelj, Lois, mondtam, hogy szükségem van valakire, aki mellettem fekszik, és ha te nem vagy hajlandó rá... Ja, csinálj, amit akarsz, nem érdekel, de akkor is furcsának tartom. Egyáltalán nem az. Igen, nem furcsa. Az előbb megmondtam, nem érdekel. Nem is furcsa. Tudom. Na jó, akkor lássuk. Szerintem hátulról bújj hozzám. Így gondoltad? Igen, és ölelhet szorosabban is. Jó, akkor ezt a karomat most szépen ide teszem. Jó, alakul. Csúcs, akkor próbáljunk meg elaludni.
Kegmeyer, szúrja az oldalamat az alsód, lehúzhatom a lábammal? Persze. Gyerünk már! Stuart, szeretsz engem? Mindennél jobban. Akkor hát esküdj, hogy bármit megteszel nekem. Csak kérned kell. Öld meg. Öld meg a kedvemért. A Family Guy támogatója ezen a héten az Axe férfi dezodor. Ne verezd meg magad a zuhanyzóban torna óra után, inkább használj Axe-ot. Fura, hogy a fiúk mesztelenül akarnak verekedni veled. Axe férfi dezodor. Jó ég, nem ölhettem meg Bryant, Penelope kedvéért sem. Ő a kutyám, a barátom. Hát, lássuk, milyen szavakat vett ma papírra ez a tollacska. Na jó, pusztuljon csak. You're like someone new to talk to. Oh yeah, alright. I'm feeling kinda lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things 'cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night together. Figyelj, ha most hazajössz velem, visszatehetjük a régi ágyunkat, és annyit ölelhetsz álmodban, amennyit akarsz. Hát, megígéred? Megígérem. Mert tudod, nekem is hiányzik a gyengétség. Tényleg? Tényleg, Peter? Hát akkor, figyelj, akár haza is mehetünk, nem? Én benne vagyok. Oké, hölgyek, most pedig kidobósozni fogunk. Kani, válasz magadnak csapatot. Persze, Megan kívül minden lány velem lesz. Gyerünk, rendben van. Hé, hey, mi ez a nagy sietség? Nem így fejezzük be az órát. Ügyes voltál. Remek munka. Így tovább. Jól dobtál. Apa, anya, szeretnék kérdezni valamit. Megengeditek, hogy fél évig Párizsban tanuljak? Hol? Párizsban? Van egy párizsi levelezőtársam. Elviszed neki ezt a levelet? Összevesztünk. Szívesen elküldenélek Párizsba egy fél évre, de nincs rá pénzünk. Nem kell, én ki tudom fizetni. Félretettem az összes keresetemet. Ez okos húzás volt. Néha én is vállalok ezt-azt egy kis plusz pénzért. Adjál pénzt, adjál pénzt, adjál pénzt, adjál pénzt, adjál pénzt. Neked pedig hozok valami érdekes meglepít, kis öreg. Ne foglalkozz velem, csak dugasd meg magad. Nekem hozzál egy igazi francia bugyit. Üdvözöld a nevemben a pontnövt, vagy ahogy én nevezem az ihletem forrását. Ja, elmentél. És a többiek is. Griffin rezidencia! Szia, apa, én vagyok. Csak szólok, hogy épségben megérkeztem. És egészségben? Igen, apa, és egészségben. Ó, remek! Az egészség, az aggasztott. Olyan csodálatos itt, apa. Ja. Látnod kellene. Aha. Egy hatalmas lakásban szálltunk meg. Innen csodás a kilátás. Oh, apa, valami nagy baj van. Betörtek a lakásba. Oh, Istenem, elviszik Rust! Oh, azt hiszem, most engem keresnek. Rendben meg. Most arra kérlek, nagyon figyelj rám. Ess pánikba. Ne figyelj az apró részletekre. Nehogy koncentrálj. Most kezdjél zaklatott zihálásba. Bújj el az ágy alá, de a lábaid mindenképpen lógjanak ki. Istenem, apa, el fognak rabolni, úgy félek. Meg! Meg! Nem tudom ki maga. Azt sem, hogy mit akar. Nem rendelkezem semmiféle különleges képességgel. Soha nem fogom megtalálni magát. De rendelkezem $2 és egy Casio kalórával. Az egyiket megkapja. Drakkar Noir. Ezek nem viccelnek. Lois, meghalott! Be kell jutnunk oda. Csá, itt is van egy. Hú, hol vagyunk? Atlantai vagyok, nem tudom, hol lehetünk. Hé, hey, jobb, ha sietnek. Már is kezdenek.
A következő tétel egészen friss beszerzés. Nem szerepel a katalógusban. Mi a franc? A kisrácok, egy kis fényt kérek. Szóljon a CD, amit adtam, és nyomassuk! Á, ugyan? Na, tetszik? 50 000 dollár. 75 000 dollár. Köszönjük, Brett Ratner. Jajá, 100 000 Brett. Ó, a francba már. 500 000 dollár? Tehát 500 000 dollár. Először, másodszor, elkelt. A vevő az az úr, aki nem fogta fel, milyen egy árverés. Nagyon bulis volt. Nem azért vettelek, hogy rabszolgám légy. A fiamnak vettelek, és nem rabszolgának, hanem azért, hogy feleségül vegyen. Hogy mi? Fajzal! Ő itt Fajzal, a fiam, és egyben trónörökös. Apám jól mondta. Szépséged lélegzet elállító. Csodás istennő. Csak remélhetem, hogy feleségül jössz hozzám, de a döntés a tied. Ha nemet mondasz, visszaküldelek a családodhoz a magánrepülőnkön. De ha igent mondasz, mától csak azon leszek, hogy valóra váltsam minden kívánságod. Meghercegnő, leszel a feleségem? Ó, igen! Igen! Nem! Stewie! Szia, Meg! Ó, drágám, úgy örülünk, hogy itthon vagy. De komolyan nem emlékszel semmire? Hát nem sokra. Egyik pillanatban még feleségül akart venni egy jóképű arab herceg, aztán arra ébredtem, hogy egy francia kórházban fekszem. Ja, és rossz szülei mesélték, hogy neki kitépték a nyelvét. Végül is könnyen megúsztuk, ha? A postád pedig az asztalon vár fent a szobádban. Kész, apa. Á, szivatlak, nem jött postád. Sajnálom, Kegmeyer, de nagyon dühít, hogy a tetves önkormányzat folyton beleüti az orrát a dolgomba. Ja, értelek. Mindenféle hülyeségre pazarolják az adónkat. Védjük meg a kopasz sasokat. A sasok egyelül is képesek dönteni az életükről. Drágám, nem zavar, hogy kopasz vagy. Én így is vonzónak talállak. Nem miattad bánt, de így sasépítészként nem bízom eléggé magamban. A csak sasoknak használatától dús, erős és természetes lesz a haja, hogy a sasos dolgokkal foglalkozhasson. Igazán remek építész vagy. Én döntöttem. Holnap elmegyek arra a gyűlésre és belépek a mozgalomba. Ja, várj, holnap lesz a férfi kötőklub is. Bár mostanában egyre bunkóbbak velem. Még most sem kötsz őszintén, Peter. Mintha csak azért csinálnád, hogy megkedveljünk. Ez nem a szívedből fakad. Felszínes a munkád. Köszönöm! Ezzel megkönnyítetted a döntést! Igen, ez az! Ezt közd meg! Peter, beléptél a Tea Party-ba? Úgy bizony, Brian! Végre jobb dolgom is lesz szombatonként, mint a plázában nézni, ahogy a japán tini lányok tökéletesen átlagos dolgokon nevetnek. Szóval ma útban a munkahelyemre. Beugrottam egy kávéért. Van egy Starbucks a házunk mellett. Igazság szerint jól jönne egy hétköznapi férfi, aki segítene elérni másokat. És szerintem Joe jó melós is egyetért velem. Üdv a fedélzetem, Peter! Azt a köz, Joe! Számíthatsz rám, haver! Ó, Carter, elkerült egy jó melóst! Ó, szerintem tudja, hogy itt voltam. Nem tudom, mi nevetünk. Hello, családom! Peter, mi a jó Isten műveltél kint? Tudod, már baromira untam, hogy az úton kell autóznom, így ma a kerteken átjöttem, végig zöld hullám. Régóta a legjobb dolog, ami itt történt, hogy kirúgtuk az önkormányzatot. Márha nagy, így most senki sem szól, ha betolok egy rakás meszkalint és Vegasba megyek. Várj, mi meglátod Debbie Reynoldsot a színpadon? Csúcs, végre kézen fogva járkálhatok a spanyol tanárommal a gimiben. Meg, donde está la biblioteca? Mert mindjárt meglak a bibliotékában. Örülök, hogy élvezitek a szabadságot, de kinéztetek mostanában az ablakon? Az meg mi? Honnan jön az a sok füst? A Peter Schmidt vállalat finomítójából, és ez nem füst, egy felhőnyi mérgező anyag. Te jó ég! Ha a felhő elhalad a szegény város rész felett és ideér, akkor komoly bajban leszünk. Ezt nem tehetik, jelentsük fel őket. Hol? Nincs önkormányzat. Akkor majd mi, az emberek találunk megoldást. Függönyt behúzni. Tea Party. Az ördögbe, éppen valami ilyesmitől tartottam. Bolondokháza lesz az egész város.
Szia, Mort! Mi ez a szőke séró? Ja, tök fura vagy így. A történelem során, ha valahol sokáig nem volt törvénykezés, az először mindig a zsidókon csattant. Elnézést, árja testvérem, nem láttál erre zsidókat? Jár értük vérdíj? Egy pillanat. Te zsidó vagy? Mármint, hogy nem mesztelenkedünk az öltözőben? Ez a takkóser. Hoppá. Kapjuk el! A Family Guy, ahogy a hivatal is, egy angol sorozaton alapul. Ez a Koma a birtokról. Nézzük meg! Koma a birtokról. Színesben. Folytatjuk Anglia legnépszerűbb vetélkedőjét. Ez az illemkerék! Pavantoljon, uram. Ó, nem, ön kell. Nem merém felni. Jó velem, de parancsoljon. Nem lenne fép tőlem. Jól esik a kedvessége? Úgy szintén. Ezzel műsorunk végére értünk. Holnap is tartsanak velünk, amennyiben nem okoz kellemetlenséget. Ha igen, természetesen megértjük, és előre is elnézést kérünk. Visszaütünk a bizalmunkkal, rettenetesen sajnálom. Bocsánat. Elnézést kérünk. Kedveseim, elég volt mára. Remélem már éheztek a főd már egy lábszárra. Köszönöm, Lidia! Megyek a cimboráimhoz a pubba. Új fent? Minden idődet a róka és malac és kutya és farkas és macska és ficsisz és micsisz és kakasban mulatod. De tévedsz, asszony! A róka is, malac és kutya is, farkas és macska és ficsisz és micsisz és kakas bárgyúhely! Mi biz a kutya is, macska is, mika is, micsisz és ficsisz és kakas is, malac és farkas is, hintó is, duda is, másik farkasba járunk! Itt kellene maradnod, hogy Eddie Skurai Collingsworth-szel reggel újfent Winston-nal szájában élvezkedett. Ó, valóban, fiam! Továbbra is Winston a mindened? Hát nesze! Akkor szígyel egy egész kartonnal! Azért teszem, hogy egy takaros bakfis ábrándosan tekintsen rám. Én most is úgy tekintek rád, mindannyiótokra, édes család. Elhallgass, angol meg! Nézd már Lidiát, hogy szakadna meg a bides locsója. Egyik éjszaka belébe köm a picskámat. Á, matricidium, egy újabb múlú gyerkói szeszély. Figy fenét, Istenú, csak jöntöm. Várjál már, mi ez a furcsa beszéd? Bejátszás, uram. Valóban, rajta! Barátok, család, és mindki felbukkan, Móka és Kacagás közeleg is nyomban. Imigyen lesz színesebb szerény történetünk. Dőljenek csak hátra, és tartsanak most velünk. Oh, imádom a nyarat. Nem mondom, tisztes sokadalom támadt a királynő miatt. Bizonyan csuda napunk lesz. Hé, hey, vigyázva! Szép volt, cimbora! Hogy szintén? A királynő! A királynő! Akkor hát, akcióba lépünk! Hamaros tenyém lesz a királynő egy hajtincse! Itt is van, lendíts rá, fiam! Csodás! Igazi királynői hajvágást adtam! A patvarba! Na jó, jöjjön a béter, viszkivi! Olcsóbban nyírja meg a fűkasza. Nos, apám, legalább megpróbáltad. Még nem adom fel. Előre! Királynő! Királynő, adjon a hajából! Gyerünk, ne legyen hülye liba! Szabadítson meg ettől a holdkorostól. Épp az alagút felé robok! Istenem, a királynő haladt! Csoda jó, Collingsworth, megvan a haj. Most pedig lezserül, elbaktatunk innen, és minden kafa lesz. Patorba, itt van a Yard! Ennyi! Ennyi! Hát, mégsem vagyok királyi rokon. Azért kár a királynőért. Úgy gondolnám, most már menjek be a Krisztus urunkkal. Örülök, hogy a család biztonságban van, és senki nem pörög azon, hogy lezúztad a királynőt. Pörgőzúzás! Ó, én még sosem voltam zsaruvárban. Öreg, nézd csak a pultost. Ilyen munkahelyjel tudtél a kemény csaj lehet, aki nem ijed meg egy beszólástól? Mit adhatok, srácok? Mindkét melledet egy-egy martinis pohárban, szívé. Úgy tűnik, mégiscsak egy átlagos nő.
Ígyunk Joe Svenssonra és Kohó történetének legnagyobb drogfogására. Svensson járőr, csak szerettem volna gratulálni önnek. Nora vagyok, nemrég lettem rendőr. Nagyon örülök. Tudja, nagyon sokat hallottam magáról. Az akadémián igazi legenda. Igaz, hogy kitűnővel végezte Henderson felügyelő túlreagálási tanfolyamát? Az biztos, bassza meg! Ma is remek munkát végzett, ez egy egészségesnek is becsületére válna, hát még itt kerekes székben. Igen, gondolom. Mintha egészen máshol járna, minden rendben van? Igen, bocsánat, csak eszembe jutott valaki. Valaki, akit ma ide vártam, de nem jött el. Nem fontos. Akkor jó. Nézze, Svensson járőr. Igen? Azt mondják, ne találkozz a hőseiddel. De azt nem, hogy megcsokolni is tilos őket. Hey! Öcsém, a város összes zsaruja itt van. Látom, vajon ki vigyáz most a városra? No. 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 Mit izél már? Menjen onnan! Nem indul, még szárad. Tegnap este nagyon fura dolog történt velem, szóval megcsókolt az egyik rendőrcsaj. Nem már? És milyen boldog és bige? Hát nem tudom, Elizabeth Perkins dögös. Király vagy, Joe, és megszúrtad? Mi? Dehogy szúrtam, Kegmeyer. Öreg, én házas ember vagyok, nem tudnám megcsalni Bonnie-t. Normál körülmények között igazad is lenne, de ez esetben muszáj lenne félredugnod. Hogy? Te meg miről karattyolsz? Öreg, Bonnie talán nem csalt meg Párizsban? Ja, igen, arról nem akarok beszélni. Ne csináld, ha meghúzod a csajt, kiegyenlítesz. Nem maradhat kiegyensúlyozatlan a kapcsolatotok. Szerintem tartozol ezzel Bonnie-nak. Kefeld meg azt a bigét a házasságod érdekében. Ja, iktasd a lompost! A titkoktól izgalmas egy jó házasság. Jó reggelt, Svensson járőr. Ó, hello, Nora. Figyelj, én... Semmi baj, Joe. Ne mondj egy szót se. Tegnap este túlléptem egy határt, és sajnálom. Ne hidd, hogy nem vonzódom hozzád. Tetszel, én csak... Én nős vagyok, és... Világos. Én teljesen megértem, Joe. Bocsáss meg. Halló? Joe? Bonnie? Valaki mást akartam hívni. Ó. Igen. Jó, és amúgy hogy vagy? Kegmeyer! Joe fejében vagyunk! Toljunk ki vele! Eleresztek egy vadgalambot! Na jó, húzzunk innen! Vágyom rád. Én is vágyom rád. Gyere, van egy kis helyem a közelben. Aztán, még sosem láttam kanapét egy WC-ben. Hát, csak én járok ide, szóval gondoltam, otthonossá teszem, mondd csak, ízlik a stick. Igen, isteni. Várj, teszek még a tűzre. Köszi, Joe, már kezdtem egy kicsit fázni. Csak azért, mert túl messze ülsz. Hát, ezen segíthetünk. Joe. Nora. Van nálad óvszer? Jaj, ne aggódj, elől semmi sem folyik ki. Atyaik, tényleg meghúztad a bőrt? Milyen volt? Nem is tudom, srácok. Azt hittem, hogy jobb lesz, miután lefeküdtem Norával, de nem az. Állati bűntudatom van. Bonnie-ra már nem haragszom, csak magamra. De nagyon. Srácok, csak szerintem fura Joe szex kalandjairól beszélni a kislánya füle hallatára. Azt hiszem, néha senkinek sem árthat egy kis perverszkedés. Nekem biztosan nem. Baszod, a baba monitor. Mi? A baba monitor? Te megcsaltál engem? Te rohadék! El akarok válni! Boldogan! Bocs, kibontottam a meglepiket. Peter, döbbenet, hogy Joe-t tényleg ütlenkedésre biztattad. Figyelj, a Biblia is megmondta. Mit mond a Biblia? Ja, nem tudom, ez nem jó kifogás mindenre? Peter, tönkretetted a családjukat, ez egy hatalmas hiba volt. Mindenki követel hibákat. Nem kiárat. Miért az a rajta, hogy nem kiárat, és miért nem az, hogy vigyázz, gorilla?